Szép jó estét kívánok! Süli János miniszteri kinevezése miatt várhatóan ősz elejére írják ki az időközi polgármester választást. Ennek menetéről is tájékozódunk mai Közéleti magazinunkban. Vendégem a stúdióban dr. Blazsek Balázs, Paks címzetes főjegyzője. Jó estét kívánok! Május 2-án teszi le az esküt és veszi át tárca nélküli miniszteri kinevezését Áder János köztársasági elnöktől. Süli János Paks polgármesterének ezt követően az összeférhetetlenség miatt le kell mondani városvezető pozíciójáról. Várhatóan mikor történhet ez meg? Hát egy egészen friss infón van, lehet, hogy előbb megtörténik a miniszteri kinevezés átadása, de hát ezt majd nyilvánvalóan Süli úr megkapja a meghívót, és akkor tájékoztatni fogja a közvéleményt, hiszen ez egy ünnepi esemény a Sándor palotában. Természetesen ettől számítva életbe lép a helyi önkormányzatokról szóló törvény összeférhetetlenségi szabálya, azaz az ok felmerülésétől számított 30 napon belül kell megszüntetnie az összeférhetetlenséget. Praktikusan ez akkor azt eredményezi, hogy körülbelül, mivel hogy az időközi választás a okot adó eseménytől számított 80 és 100 napon belül kerül kiírásra a Választási Bizottság által. Itt akkor ez azt jelenti, hogy körülbelül szeptember első két hete jöhet szóba. Augusztus nem célszerű, hiszen akkor mindenki még szabadsága van, a gyerekeket indítják iskolába, stb. Akkor igen, kritikus lenne a részvételi arány, bár az itt most nem számít. Tehát mi úgy kalkulálunk a választási irodában, hogy szeptember első heteiben lesz ez. Hogy zajlik majd ez az átmenet az önkormányzat életét tekintve? Hát ezt is szabályozza a jogalkotó, hiszen az élet mindig produkál ilyen helyzeteket. A jelen esetben ugye két alpolgármestere van Paks városának, egy nem főállású és egy főállású, mindketten tagjai a képviselőtestületnek, tehát képviselők, ezért nincs akadály annak, hogy a polgármester kijelölje az általános helyettesét. Ez megtörtént, be is jelentette a képviselőtestületi ülésen Szabó Péter úr személyében. Ez azt jelenti, hogy amíg a város választópolgárai nem választják meg az új polgármestert, és az nem teszi le az esküt, addig az általános helyettes látja el ezeket a feladatokat, tehát képviseli az önkormányzatot, vezető testületüléseit, gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat. Szabó Péter ebben az időszakban alpolgármester is marad? Tehát igen, mind a két hát pozíció? Hát természetesen nincs polgármester, tehát az a helyettese, az alpolgármester látja el ezeket a feladatokat. Tehát itt nem bővül a képviselőtestület száma, illetve egy fővel csökken, és hogyha a képviselőtestület tagjai közül választ majd a nép polgármestert, akkor egyel csökken a jelenlegihez képest a képviselőtestület létszáma. Ez az átmeneti időszak érinti akár a testület, akár a szakbizottságok munkáját bármiféleképpen? Nem érinti, mivel hogy az alpolgármesterek jogszabály ellenére fogva nem tagjai a bizottságoknak, nem lehetnek tagjai, ezért nem érinti az önkormányzat működését. Pakson, volt már erre példa, hogy időközi polgármester választást kellett szervezni? Nem volt példa, hiszen hogy az első ciklusban a képviselőtestület választott polgármestert, de ott se volt, utána pedig kizárólag csak helyi települési képviselő személyében történt változás miatt volt időközi választás. Egy-egy választókerületben. Kiből lehet ma Pakson polgármester jelölt? Hát az részletesen szabályozza a választójogi törvény, akinek aktív és passzív választójoga van, gyakorlatilag lefordítva a magyar állampolgár betöltötte a 18. életévét, és nincs a közügyektől eltiltva, illetve nincs cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt. Kell kopogtató cédulát, illetve már nem igen, azt gyűjtjük. Igen, aláírás gyűjtő ívet majd a Választási Bizottság, mikor hitelesítés kiadja, akkor ugyanúgy, mint a korábbi választásnál már, akkor erre a két évre, ami szeptembertől gyakorlatilag vissza lesz a ciklusból, ugyanazokon a szabályokkal fogja az egész város választópolgári közössége megválasztani. Úgy számolom, hogy olyan 17 000 egy néhány száz választópolgár van, nyilvánvaló 100%-os részvétel az sosem volt, majd kiderül, hát azért szeptemberben bízunk egy nagyobb arányú részvételben. Van már érdeklődés a helyi választási irodánál? Na, inkább problémáink vannak, mert a háromtagú választási bizottságból egyik tag hivatali elfoglaltságaira tekintettel lemondott, úgyhogy még először a képviselőtestület záros határidőn belül a javaslatomra majd egy választási bizottsági tagot is fog választani, és utána fogunk tudni foglalkozni érdemben ezekkel a kérdésekkel, de természetesen, mivel hogy az összes határidőt jogszabály szabályozza, a kampány időszaktól kezdve a jelölt állításig, ezért túl nagy meglepetés nem lesz, ha kitűzi a Választási Bizottság
határidőt, akkor csak visszafele kell számolni. Mit jelent Paks számára Süli János kinevezése? Mit jelenthet ez a tény? Hát ugye Paksról nagyon kevés miniszter vagy kormánytag került eddig kinevezésre. Én úgy gondolom, hogy egy történelmi lehetőség előtt áll a város. Egyrészt azért, mert ugye hát az utóbbi és a közelmúlt egyik legnagyobb beruházása indul meg most már 100%-ban kire jelenthetjük Pakson. És hát a Süli János megfelelő helyi ismerettel rendelkezik, ismeri az erőmű működését, ismeri a, ő már itt volt a korábbi erőmű beruházásának, építésének szakaszában is, kiváló önkormányzati kapcsolatokkal rendelkezik, ismeri a, az apparátust, úgyhogy minden személyi feltétele megvan annak, hogy a beruházó kormányzat és a fogadó település önkormányzata és lakossága között egy harmonikus kapcsolat jöjjön létre. Akik még sajnos már az én korosztályom vagy idősebbek már túléltük a ezt a beruházás időszakát, reméljük ezek a gyermekbetegségek a munkásokkal, a betelepülőkkel való kapcsolattartásban ezek kiküszöbölhetőek, hiszen most már tudjuk azt, hogy milyen kapcsolódó beruházások kellenek ahhoz az építési területen kívül, hogy itt a hős lakosok és az újonnan ide a beruházás idejére, majd pedig az üzemeltetésre érkező új lakosok, ideiglenes lakosok között a megfelelő kontaktus legyen, és át tudjuk remélhetőleg haszonnal vészelni ezt a beruházási 10-15 évet. A térségfejlesztés is az ő feladatai közé tartozik, majd ez pénzt jelenthet Paks számára is? Hát ugye a kormányrendeletben megjelent a tárca nélküli miniszter feladat és hatásköréről szóló szabályozás. Egyértelműen kimondja, hogy a innováció, a tudomány, tehát az utánképzés és a térségfejlesztés, tehát a kerítésen kívüli munkák is a tárca nélküli miniszter hatáskörébe tartoznak. Amikor akik figyelemmel kísérték Aszódi Attila professzor úrnak az előadását, amikor elég szemléletesen laikusok számára is bemutatta, hogy miért alkalmas az a 150 hektár körüli terület, ahol meg fog valósulni ez a beruházás, ő kizárólag akkor csak a telephely adottságait, hiszen ez volt a feladata, az engedélyezési eljárás során vizsgálta. Akik itt élnek, és a városvezetés ez önkormányzat számára sokkal fontosabb az, hogy hogyan közelíthető meg, hogyan élhet egymás mellett egy ekkora beruházás, ekkora munkás áradattal együtt, hogyan tud együtt élni a város. Fenn kell tartani a működést a szolgáltatások területén, aminek egy jó részét reméljük a kezdeményező helyi lakosság át fogja venni a vendéglátástól kezdve a szállás, ideiglenes szállásadásig. Egy csomó olyan lehetőséget biztosít az itt élők számára, amiből profitálhatnak, hiszen ez a magántőkére lesz bízva. Ugyanakkor az államnak elengedhetetlen feladata, és ebben az új miniszternek lesz kompetenciája, hogy megvalósítsa azokat a feltételeket, hogy megközelíthetőek legyenek ezek a telephelyek. Tehát ide rengeteg építőanyag, technológia fog érkezni. Van, ami zömmel szerintem nem a vizen, hanem egy jó része közúton, vasúton, tehát ugye a vasúttal is foglalkozni kell. Érdemes-e felújítani ezt a vasúti pályát, hiszen most aki látja, az nem egy karbantartott, alig használt, vagy pedig azt mondani, hogy Tolna felől esetleg rövidebb lenne, és nem dübörögnének itt végig a szerelvények, mint régen, akkor megijönnek majd, hogy reped a házfal, stb. Teljes joggal, hanem akkor egy szép sétányt lehetne kialakítani. Tehát ezeket mérlegelni kell, és ki kell alakítani azt az elkerülő út hálózatot, amin a testületi ülésen is szó volt, hogy ne a városon keresztül, ne a főutcán jöjjenek le ezek a kamionok, mint most az EU díj miatt, és sajnos, mivel nem önkormányzati kezelési utak, azért túl sokat nem tudunk tenni. Tehát van itt bőven kérdés, és akkor nem foglalkoztunk az egészségügyel, az oktatással, és a szabadidő eltöltéssel. Lázár János miniszter úr, amikor itt járt Pakson, azt mondta, hogy lezárult az előkészítés szakasza, és most már megindul a látványosabb érdemi munka. Mit jelent ez nekünk paksiaknak? Tehát melyek lesznek azok az első változások, amiket már a saját bőrünkön érzünk? Remélhetőleg az első változások között lesz, most nem akarok rangsort felállítani, az úgynevezett elkerülő út megépítése, hiszen ez a város fejlesztése szempontjából is egy hatalmas lehetőség. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ott a régi gás, tehát a PSE pálya környékéről, hogyha Paks felé nézünk, jobbra és balra, a Malomhegyet is be lehetne kapcsolni a lakótelepet megkerülve, valahol az ipari park alatt. Természetesen egy nyilvános térképek, hiszen a képviselőtestület ezzel foglalkozik. Tehát ezt a nyomvonalat már kijelölték? Igen, erre történt egy kijelölés. Hát ha nem jelölnénk, akkor nem lehetne tervezni, akkor nem lehetne építeni, és ugye szerintem ez az egyik első, hogy megközelíthető legyen a várost megkerülve az atomerőmű építési területe.
Tehát ezek a változások, amelyek az infrastruktúrálisak, és amit szerintem azonnal látni fognak, még, szerintem még az idén, az pedig magán a munkaterületen, ott a hatósút mellett, hiszen a Paks, régi Paksi atomerőmű négy blokkjának szinte valamennyi közműve a tervezett újnak a területén megy át, tehát azokat ki kell váltani. Tehát ott igen látványos munkák fognak megkezdődni, és ha van rajta még épület, ami a régi erőmű, a Paks egyet szolgálja ki, azokat is arra el kell helyezni. Tehát ott egy tiszta placot kell, építési területet biztosítani. Hát ez az első, és az 1/B a közlekedés biztosítása. Nehéz ezt gondolom ilyenkor előre kalkulálni, de körülbelül mikorra indulhat meg az építés? Tehát a nyomvonal megvan, a tervek már készülnek erre az elkerülő útra? Ugye ez állami beruházás, itt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, gondolom én, ő fogja ezt a munkát elvégezni. Az önkormányzatnak az a feladata, sok egyéb mellett, hogy lehetőséget biztosítson a helyépítési szabályzat, hogy mi erre szeretnénk. Itt nem zavarja a lakosságot, és a város számára is olyan lehetőséget biztosít, hiszen erre a Hidegvölgy utca, a Virág utca, a Malomhegyen, az Öreghegy utca vége, ezek beköthetőek ebbe az elkerülő útba, és további városfejlesztési lakóterületi kijelölések lehetnek, hiszen a jelenleg, valljuk be őszintén, mind a Hidegvölgyről, mint pedig a Malomhegyről leérkező forgalom egy utcán a Szentháromság fele jön le. Az reggel 8:30 és 8:45 között katasztrófa, még ugyanúgy este 4:30 és 5:30 között. Meg nem is egészséges, hogy egy utcán ennyi ember közlekedjen. Tehát ezeket a lehetőségeket biztosítja majd például ez az egy beruházás. A beruházásokkal megjelennek a beruházók is, vagy már megjelentek? Tehát már kopogtatnak önöknél? Van, aki ilyen több ezer fős beruházói vagy cég számra kalkulál, ez így lesz? Hát ugye a cégek száma is lehet akár ezer, vagy több ezer, hiszen a vállalkozóként a helyi BT-k is, vagy a kis családi vállalkozások is biztos meg fogják találni a számításukat. Nyilvánvaló a mi ütemezésünk az arra vonatkozik, ami a mi tudomásunk, ami az állami szervektől kapott információ, hogy az idén az előkészítő tervező mérnök csapat, tehát a vezetői réteg érkezik. Jövőre már több százas lakosságbővüléssel számolunk, akik az építkezésen fognak részt venni. És hát a tényleges beruházás, én úgy tudom, hogy 18 után, vagy 18 végén kezdődik meg, de a kapcsolódó beruházások már jövőre. Mit kérnek, mit biztosíthat ezeknek a cégeknek az önkormányzat? Hát mi azt szeretnénk, hogyha minél több vállalkozás Pakson nyitna telephelyet, hiszen akkor az iparőrzési adója itt csapódna le, ide fizetnék az adót. Az más kérdés, hogy így is, mert ugye a tevékenység kifejtése helyszínén kell adót fizetni, de örülnénk, hogyha az összes ehhez kapcsolódó adó is ide folyna be. A mi feladatunk az, és ezért döntött ugye a képviselőtestület, hogy kiemelt fejlesztési övezetét alakít ki, és holnap lesz egy mérnök, lesz a településfejlesztőkkel egy tárgyalás, hogy kijelöljük azokat a városrészeket, ahol mi szeretnénk lakóövezetet kialakítani, ahol mi megálmodtuk, és az iparfejlesztést, tehát hogy akik telephelyet szeretnének Pakson létesíteni, akkor hol. Ezeknek a telephelyeknek a töredéke van csak önkormányzati tulajdonban, hiszen az önkormányzat egy nagyobb vásárlást csak az Opel alatti 15 hektáron hajtott végre, de én úgy gondolom, hogy lehetőséget kell biztosítani a magánszemélyeknek is arra, hogy beruházzanak, mert az önkormányzatnak ennyi pénze soha nem lesz, hogy itt 60-70 hektár ipari területet kialakítson, vagy lakóövezetet hozzon létre. Mi a szabályozási környezetet tudjuk ott úgy alakítani, hogy mi azt szeretnénk, ha itt valósulna meg, és ide tudunk építési engedélyt kiadni. Aztán, hogy hogyan állapodnak meg a magánszemélyekkel, a földtulajdonosokkal, milyen konstrukcióba, végső eset a kisajátítás, de hát minden esetben nem jöhet az se szóba, ez már legyen a beruházóknak és a tulajdonosoknak, az ingatlan tulajdonosoknak a feladata, hiszen azért jó vadhajtásokkal is, de ugye a társaság építés és az önkormányzat megkerülésével az önkormányzaton kívül zajlik le. Mi csak szabályozni tudjuk ezeket a folyamatokat, az az egészséges, ha előre. Ezért történt például a Polák Mihály utca északi részén egy ötletpályázat, egy tervpályázat lefolytatása a napokban zárult le, múlt héten zárult le, ahol az önkormányzat elfogadva a tervezőknek a javaslatát egy modellt, egy lakótelep modellt
tud kínálni, hogy itt például nem toronyházakat szeretne az önkormányzat, azt nem is kíván engedélyezni, meghatározza például, hogy kertvárosias, maximum 4 emeletes lakótömböket látnánk szívesen, hiszen a 10, meg annál magasabb emeletnél ott a katasztrófavédelemtől kezdve a különböző közműellátás mindig bonyolultabb, drágábbá teszi az építkezést. Ezeket tudja az önkormányzat jelen pillanatban kínálni, illetve olyan közműhálózatot kialakítani, hogy ezt a több ezres lakosság növekedést tudjuk fogadni szennyvíztelepen, ivóvízzel, stb. A Pollák Mihály melletti terület az jellemzően magántulajdonosoké. Működhet ez így ön szerint, hogy majd a befektető egyesével megvásárolja a magántulajdonú telkeket, vagy majd ilyenkor az önkormányzat, ha szükséges, akkor közbelép? Mert már most felmerül bennük kérdésként ez. Hát ugye ez még nincs eldöntve, hogy az önkormányzatnak ebben milyen szerepvállalása van. A jelenlegi költségvetésben kisajátításra összegét nem különítettünk el. Ha nem megy, akkor nyilvánvalóan az önkormányzatnak is bele kell ebbe avaszkodni, de mi nem szeretnénk itt a jelenlegi ismereteim szerint, tehát erre az önkormányzat nem kapott felhatalmazást, hogy itt az önkormányzat beruházóként lépjen fel. Mi ezt, ameddig lehet, rábízzuk a magántőkére. Az iparterület az jellemzően ott marad a mostani ipari park mellett, a hatos út mellett, tehát nem jelölnek ki más területet? Hát a zömében a Paks déli része, de hát egyébként az igény is ez, hogy mindenki közelebb szeretne lenni a szállítás és egyéb költségek miatt a leendő építkezés helyszínéhez. Hát ez a logikus, mert hát ugye a szállítás megnöveli, az nem egy olcsó dolog, és hát ugye, hogyha csak gyakorlatilag a hatósúton kell valamit átvinni, meg az embereket is gyakorlatilag a munkaterülethez közel lehet elszállásolni, ez mindenkinek, a vállalkozónak ez a biznisz. Természetesen a mi célunk az, hogy ezeket a terheket azért megosszuk a környező települések között. Mi nem kívánunk minden munkásszállás, stb. Itt építeni. Ha például megépülne a kalocsai Dunaid, akkor akár a kalocsaiaknak is lenne lehetőségük arra, hogy az ott lévő volt orosz vagy szovjet laktanyából munkásszállót alakítsanak ki. Gerjén is bejelentkezett egy meg Dunaszentgyörgy is, úgy tudom, egy kisebb, az ő lehetőségeikhez igazodó lakóvezet kialakítására. Említette, hogy már idén érkeznek majd a szakemberek, akik nem az építésen dolgoznak, hanem mérnökök, fejlesztők. Az ő számukra megoldást jelenthetnek ezek a társasházi építkezések, amelyek az óvárosban zajlanak jelenleg? Tehát lesz részükről érdeklődés ezekre a lakásokra? A felső vezetőknél szinte kizárt, hiszen tehát nemzetközi tapasztalatok, vagy multicégek azért jöttek Magyarországra. Mercedes, Audi, Nokia, ott ismerjük a felső vezetőknek a szállás igényét, és hogy milyen fizetéssel és milyen büdzsével rendelkezik a cég, aki őket ide telepíti. Hát én kizártnak tartom, hogy a Pakson megépült társasházak színvonala megüti az ő ingerküszöbüket. Mi lesz akkor ezzel a sok-sok társasházzal? Hát biztos, hogy beruházók azért építik, hogy valaki megveszi, de a felső vezetői szint nem tartom valószínűnek, hogy ezek közül csemegézne. A napokban egyeztetés zajlott önnél az ön irodájában a Bátori Kosár és Táncsics Mihály utca lakóival. A 17 lakásos társasház ellen tiltakoztak. Mi lehet a megoldás? Mit ígért számukra? Hát a megoldás az lehet, hogy nem épül 17. Hát ebben meg is egyeztünk, hogy minden adminisztratív eszközzel el fogjuk azt érni, hogy 12-nél ott ne legyen több, és a forgalom ne zavarja. Tehát most nem emlékszem, ott vannak a jegyzeteim, azt mondom, a Kosár utca irányába kerüljön kivezetésre. Én ezt a főépítész úrral egyeztettem is. Ő így fogja a objektum a társaság tervezőjével közölni ezeket a feltételeket. Én úgy gondolom, hogy remélem legalábbis, hogy ez a társasházi mizéria ez lecsenget, mert én nem is értem, hogy most nem akarok senkit megsérteni, de hát ez szerintem horror áron vezik ezeket a lakhatatlan ingatlanokat. Hát elég egy-két udvarba benézni, hát nincs kilátás. Az udvar lebetonozva, hát ott én nem tudom elképzelni, hogy ott ne legyenek előbb lakó konfliktusok, hogy valaki beáll az udvarba, biztos, hogy a szomszéd gyerekének a labdája neki fog pattanni.
Én nem költöznék oda, de mindenkinek szíve joga, a szabad országban élünk, mindenki arra költi a pénzét, amire akarja. Én magam részéről még azon is csodálkozom, hogy úgy épülnek társaságok, hogy alul például nem épül üzlet. Hát egy városhoz hozzátartozik egy üzlet, egy kávézó, egy söröző, stb. És szerintem egy üzletet jobban is bérbe lehet adni, mint egy lakást eladni, de mondom, nem tudok más fejével gondolkodni. Én nagyon sajnálom, hogy ez így alakult. Az önkormányzat egy igen szigorú parkolási rendeletet hozott, amivel kordában tartjuk ezeknek a lakóegységeknek a számát. Természetesen a másik oldalról is van kritika, akik meg építeni akarnak, azok meg azt mondják, hogy így nekik nem kifizetődő. De hát én úgy gondolom, hogy azért egy épület, ha megépül, az legalább egy 80-100 évre épül. Előrelátónak kell lenni, és elejét kell venni ezeknek a beszűkített, élettér nélküli egységeknek a kialakulására. Meg gondoljunk arra, hogy elődeink, akik Budapestet építették bő 100 évvel ezelőtt, akkor még nem volt autó, de már olyan széles sugárutakat és körutat építettek, hogyha nem így építkeznek, akkor ma Budapesten még ennyire se lehetne megmozdulni, tehát ők előre látták, ők már föld alatt építettek, tehát nekünk is egy olyan gondolkodásmódot kell most itt kialakítani, hogy 20-30 év múlva is élhető legyen ez a város, mert valljuk be őszintén, a lakótelep, az egy jó lakótelep országos szinten is, tágas, zöld, ez egy élhető lakótelep. Tehát a szocializmusban is tudtak normális lakótelepet építeni, akkor reméljük nekünk is sikerülni fog. Ezen az egyeztetésen elhangzott a lakóktól, hogy állítólag több terv is van a városban. Kereszt utcát, Vörösmarty utcát emlegettek. Nem tartanak attól, hogy kialakul esetleg ilyen hasonló helyzet más utcában is? Kizárólag azokat az ügyeket engedt el az önkormányzat, amelyekre korábban már beadott folyamatban lévő ügy volt. Tehát újonnan indult ilyen projektről nekem nincs tudomásom. Aki tud ilyenről, de nyilvánvaló, hogy ezeknek van átfutása, tehát hogy valaki megveszi egy telket, begyűjt egy kérelmet, az akár egy fél év is eltelhet. Ezért sokan úgy gondolják, hogy na, az önkormányzat szórakozik és nem tartja be az ígéretét. Nem, mi be akarjuk tartani, és nem szívünk csücske ez az összezsúfolt társasházi dolog. Tehát ez senki nem tartja helyesnek, és nagyon látjuk a benne rejlő veszélyt, hogy most még másfél kocsit lehet egy lakásra számolni, eljön az az idő, mikor kettő, két és felett lehet, és akkor ezek parkolót kell biztosítani, meg kell majd mozdulni ezekbe az utcákba. Tehát ezek az utcák az egy családi házas modellre, egy autóval, egy zsigulival, vagy egy Warburggal lettek kialakítva. Most meg hát ugye itt ugrásszerűen megnő így a problémák száma. Tehát a módosított HÉSZ szabályait kötelező érvényűen betartatják ezek szerint? Persze, minden. Ahogyne. Azért vagyunk. Az atomerőmű építés mellett a megújuló energiák telepítésén is gondolkodik a város. Erről is szó volt a testületi ülésen. Hol épülhetnek meg ezek az új erőművek? Ugye itt az MVM egyik leányvállalatának a beruházásáról van szó. Ők megújuló energiában a napenergiát, tehát naperőművet szeretnének építeni. Két lehetőség van. Egy ilyen fél megawattosra, amelyre a képviselőtestület ma vagy holnap összeülés, ha áldását adja, akkor a régi szeméttelepen, ami másra jelen pillanatban nem használható, azon kerülne elhelyezésre. Ezért egy fizet is valamit a városnak bérleti díjként az MVM egy 25 évre. Hát ez egy talált pénz, mert most jelenleg semmire nem hasznosítjuk a régi szeméttelepet, nem is lehet. Ugyanakkor szóban van, tehát folynak a tárgyalások egy ennél jóval nagyobb naperőmű építésére. Hát itt még az árban még vitatkozunk, mert ennek még viszont a terület igénye rettenetesen nagy. És egybefüggően ekkora egy tulajdonos vagy egy-két tulajdonos kezében lévő ekkora terület nincs. Arról nem is beszélve, hogy biztos akkor jönnek majd a kritikusok is, mert azért valljuk be, egy ilyen több tíz hektáros nap baromi ronda tud lenni. Tehát hogy hova tegyük, meg egyáltalán megéri-e azzal a bérleti díjjal majd, amelyet a leendő beruházó kínál. Jelenleg itt a gazdasági számítások folynak. Ha nem közelednek az álláspontok, akkor nem lesz. Tehát az önkormányzat veszteséges projektben nem megy be. De ez az egy vagy kettő új rendszer is csatlakozik majd az Elena projekt keretében megvalósított. Igen.
hogy majd, ha elektromos buszok járnak Paks utcáin, reméljük ezt is hamarosan. Az ettől, tehát az ettől független, hogy most épül-e és mekkora naperőmű, az ettől független ettől a programtól. Legutóbb, amikor vendégem volt itt a stúdióban, arról beszélgettünk, hogy tárgyalásokat folytatnak az atomerőművel az építményadó és a telekadó apropóján. Történt előrelépés, hol tartanak a tárgyalások? Hát, még az eljárás nem zárult le, én úgy gondolom, hogy eredményesen be fogjuk tudni fejezni hamarosan ezt a tárgyalást, és az látszani fog a költségvetésen, akkor testületülésen, ugye nekünk akkor, hogyha megjön ez a pénz, akkor meg kell emelni a költségvetési bevételi főösszeget, és akkor az a csúsztatott vonal, akkor több beruházást el tudunk azonnal indítani. Úgyhogy én bízok benne. De itt még, hogyha beszélgetünk itt még az erőmű bővítésről, van egy újabb momentum, ugye a szakemberképzéssel kapcsolatosan is. Igen, már előzetesen beszéltünk róla, hogy a Pécsi Tudományegyetemmel folytatott egyeztetésnek beérik a gyümölcse, és sokunk örömére ismét elindulhat a főiskolai képzés Pakson. Illetve javítom, egyetemi képzés, tehát a Pécsi Tudományegyetem állam és jogtudományi kara egy atomenergetikai szakember szakirányú után továbbképzést, másoddiplomai képzést tervez a 2018-19-es évre. A felnőtt képzésért felelős dékáni megbízott tájékoztatott arról egy professzor úr, hogy megkötötték az egyetem megkötötte a megállapodást az orosz féllel, a Moszkvai Atomenergetikai Tudományos Intézet, vagy ki, most pontosan nem tudom, ővelük kötötték meg a megállapodást. Ez kifejezetten diplomásoknak, tehát egyrészt jogász, másoddiploma, tehát szakirányú jogászképzés, illetve bármilyen diplomával rendelkezők számára nyilvánvaló, nekik a képzési idő az egy fél évvel több. Indítják be pécsi és paksi székhelyjel a következő tanévtől, az akkreditáció az most van folyamatban, de igen erős az elhatározás, az orosz fél nagyon támogatja, és hát remélhetőleg akkor már a jövő évi felvételi tájékoztatókba is ez már meg fog jelenni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a nem atomerőművi szakképzettsége rendelkező, de diplomás fiatalok is egy középvezetői állásra bizton pályázhatnak majd ezzel a képzéssel. Egyébként meg fog jelenni, de csak előrezetesen annyit, hogy ez egy 4 fél éves, 270 órás a nem jogászoknak, 3 fél éves a jogi diplomával rendelkezőknek. Itt akik nem jogász diplomával rendelkeznek, azok egy jogi alapképzést kapnak a különböző klasszikus jogágakból, és a maga a szakképzés pedig az energetikai igazgatásra, környezetvédelem, beruházási jogra, katasztrófavédelmi szabályokra, nukleáris biológiára és hát a beruházáshoz kapcsolódó egyik területfejlesztési dolgokra, kapcsolattartásra. Tehát ha valami, akkor ez nagyon piacképes lesz most itt. Én úgy gondolom, hogy ez piacképes lesz. Természetesen a költségekről semmiféle információm nincs. A helyszínről már tudnak? Tehát gondolkodnak, hogy hol lesz? Az önkormányzat segítségét kérték, az egyetemen adott Pécset, hát gondolom, hogy a segítségünket fogják kérni, hogy az ESZI-vel vegyük fel a kapcsolatot, mint potenciális képzési helyjel, de hát akkor gyakorlatilag a Pécsi Tudományegyetemnek egy kihelyezett, az Állami Jogtudományi Karnak egy kihelyezett részlege működne Pakson. Mikor zárta be kapuit itt Pakson a főiskola? Mert hát, ezt már nagyon-nagyon régóta tervezik, hogy ugye esetleg... a BME-nek volt itt kihelyezett tagozata, nem tudom, évekkel ezelőtt szerintem megszűnt. Várhatom, mikor, hol tájékozódhatunk majd erről az új képzésről? Hát ez, mivel hogy egy államilag akkreditált képzés lesz, gondolom a felvételi tájékoztatókban ez is meg fog jelenni már a februárban. Akkor most ezzel a abszolút jó hírrel zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét kívánok, a viszontlátásra.